Mi volt az első meghatározó zenei élménye? Meghatározó zenei élmények egészen kiskoromtól értek. Az a zenei élmény, ami meghatározta, hogy zenével foglalkozzak, az volt, hogy édesapám amatőr zongorista volt, következésképpen zongora ott volt a lakásunkban otthon, és én előszeretettel pötyögtem minden előképzettség nélkül kis dallamokat, és nagyon csodálkoztak rajta, hogy így fülből játszom a hallott dallamokat, slágereket, és éppen ami eszembe jutott. Bennük is megfogalmazódott, hogy nekem az egy zeneivel kell foglalkoznom. Az első meghatározó olyan zenei élmény, ami azt jelentette, hogy tényleg komolyan kell foglalkozni, az már a zeneiskolába és a zenei általánosba is megfogalmazódott, és milyen érdekes, én szerettem Bartókot egészen kiskoromban, nem tudom, hogy miért, ez nem volt annyira általános, ugye kisgyerekek inkább Mozart, meg a könnyen befogadható, én imádtam Bartókot. Aztán az első olyan zenei élmény, ami meghatározta, hogy mindenféle zenében vannak értékek, az Emerson, Lake & Palmer és a Deep Purple volt, és imádtam ezeket a rockzenéket, és az első meghatározó olyan élmény, hogy nekem a leghozzám illőbb műfaj a jazz lesz, az pedig Chick Corea-nak, a Return to Forever zenekarának a megismerése volt, úgyhogy ezek az élmények így összemosódtak bennem, és mind a mai napig talán a kompozíciómban is érződnek ezek a hatások. Köszönöm szépen! Gyakorlási praktikája van-e, ami tud tanácsolni a fiatal zenészeknek? Igen, az ember előszeretettel gyakorol olyanokat, amik jól mennek neki, mert abban olyan fajta sikerélménye van, hogy hú, hát ezt tudom. Rá kell kényszeríteni magadra azt, hogy olyat gyakorolj, ami nem megy. Azt kell kigyakorolni, ami még nem megy, mert ezáltal tudsz igazán fejlődni. Ez egy nagy iskola, és tényleg azt mondom mindenkinek, hogy rá kell kényszeríteni magát. Tehát a szorgalom, az biztos, hogy vissza fog köszönni ilyen tekintetben is. Persze aztán mindenki egyénileg találja meg azt az utat, ami a leghatásosabb a számára, mert ezt zeneszerzésben is ezt mondom, gyakorlásban is, és mit tudom, például ott vannak az új rendek ebben a tekintetben is. Úgyhogy vannak módszerek, de azért az igazi utat neked kell megtalálni ahhoz, hogy sikeres legyél, és meg tud valósítani azt, amit elképzelsz. Köszönöm.